Elfogadta a hét elején a veszélyhelyzet meghosszabbítását az országgyűlés, így május 23-áig lesz érvényben a kormányrendelet, tavaly november óta folyamatosan. Ha valakinek azóta jártak le az okmányai, ideértve az autója műszaki érvényességi idejét is, nem kell azokat meghosszabbítani. Sőt, azok a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek. Amikor az autószerelők átnéznek egy járművet, hogy megállapítsák, közlekedésre alkalmas-e, számos berendezést megvizsgálnak, magyarázza Antal Zoltán, a tolnai Antal Szerviz tulajdonosa. Egy műszaki vizsgáztatásnál ugye az autónak a közlekedés biztonsági berendezései azok, amik legfontosabban vannak ugye vizsgálva, sőt azok vannak vizsgálva. Maga az, hogy működik egy motor, egy váltó, annak nem nagy jelentősége van, de ugye úgy a futóműnek, fékrendszernek a biztonsági berendezések, ami ugye most már egyre több járműbe előfordul, azoknak ugye működni kell. Az autószerelők országos egyesületének tagjai is azt tapasztalják, hogy a legtöbben elviszik műszakiztatni autójukat, főleg ha az a munkájukhoz szükséges, mondja Spindler Tibor, a szövetség elnöke. Azok az üzemeltetők, akik és autótulajdonosok, akik a mindennapos használat miatt kötelezően muszájból mennek, azok azért a műszaki állapotra is odafigyelnek. Vannak autók, amik le vannak téve, és hosszú ideje esetleg nem mozogtak, vagy nagyon keveset mennek, ott könnyebben előfordul az, hogy nem javítják. Úgy értesültünk, hogy baleset bekövetkeztekor több esetben nem fizetett a biztosító olyan autóra, aminek nem volt műszakija. Lamberg Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatója, a törvényt idézve kifejtette, a károsult mindig megkapja a pénzét. Ez független attól, hogy vészhelyzet van, vagy nincs vészhelyzet, így amennyiben a baleset közvetlenül összefüggésbe hozható azzal, hogy a károkozónak a kocsija nem volt megfelelő műszaki állapotban, akkor előfordulhat a körülmények vizsgálatával összefüggésben, hogy a biztosító viszontkeresettel él a károkozóval szemben. Ez azt jelenti, hogy a biztosító kifizetteti a balesetet okozó sofőrrel az okozott kárt.